Ismét egy nagyon érdekes koncertről fogunk beszélgetni. Szeptember 11-én a Dohány utcai zsinagógában lép föl közösen egy színpadon Rhoda Scott és Dés László. A koncert szervezője Guba Gábor van itt velem a stúdióban. Szervusz, Gábor! Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hogyan? Hát, Rhoda Scott az már azt mondhatom, hogy szinte családtag nálunk, tehát több mint 15 éve dolgozunk vele, ami óriási megtiszteltetés, mert nem csak, hogy egy fantasztikus zenészről beszélünk, hanem egy fantasztikus emberről is. Annyira közel állunk különben egymáshoz, mármint így a üzlettársammal együtt, tehát Bolsány Zsolttal és Rhoda családjával, hogy amikor itt vannak, akkor mindig kérnek ilyen extra napokat, hogy még pluszba itt lehessenek velünk, mert ilyenkor mindig csinálunk közös programot. Van, amikor a Zsolt barátom édesanyjához megyünk el egy ilyen kis vacsorára, tehát egy ilyen kis házi vacsorára. Vagy hát, húsleves kirántott hús. Úgy, ahogy mondod, tehát figyelj, imádja a Erzsike nénének a főztjét, aki Zsolt barátom édesanyja, tehát ezek ilyen kihagyhatatlan dolgok, és most is úgy lesz, hogy egy plusz napot kértek, hogy itt lehessenek velünk, és itt lesz a lánya, aki egyben a menedzsere is, Zseni, és hát a gyermekük, tehát egy, sőt, még az anyósukat is elhozták, tehát itt ilyen nagy családi összejövetel lesz majd. Az egész família eljön Budapestre. De az a te fejedben született meg a gondolat, hogy Dés Lászlót és Rhoda Scottot egy színpadra teszed? Igen, hát tudni kell Rhodáról, hogy azon kívül, hogy imádja Magyarországot és a magyar közönséget, tehát ezt mindig hangoztatja és mindig elmondja nekünk is, meg hát a közönségnek is, hogy mennyire szeret itt lenni, és hogy mennyire nagyra értékeli a magyar közönségnek a hozzáértését, és azt a szeretetet, amit az elmúlt évtizedek alatt kapott a magyar közönségtől. És mi, amikor elkezdtünk direktbe foglalkozni az ő közös koncertjeivel, ez körülbelül 15-16 évvel ezelőtt indult el, akkor felmerült az, hogy nagyon szép az, hogy ő eljön a zenekarával, vagy a saját formációjával, vagy egy lemezbemutató koncertet tart, de milyen jó lenne, hogyha bevonnánk magyar zenészeket is. És akkor elindult egy ilyen közös gondolkodás, és hát ebbe a közös gondolkodásba született az egyik, hát azt mondhatom, hogy a jazz, magyar jazz történelem egyik legszebb koncert sorozata, amit Varnus Szavérral az Orgonák csatája testesített meg. Hát ott egy hét alatt 24.500 ember látta ezt a koncertet. A zsinagógából indultunk, ahol most visszatérünk egy másik formációval. Utána egy teltházas arénánk volt, és ment tovább a turné, mert gyakorlatilag Debrecenbe a nagy templomba szintén teltházunk volt, és Miskolcon a református templomba is. Tehát ez tényleg egy ilyen csodálatos hét volt. Ennek volt egy visszavágója is rá egy pár évre az arénába, ami szintén teltházat vonzott, és mellette pedig ilyen kis unikális koncerteket hoztunk létre Rodával, Robi Lakatossal lépett egy színpadra, a Modern Art Orchestrával, azt hiszem, igen, még a Király Lindával is, tehát több olyan szép koncertet tudtunk így összehozni, ami nagyon tetszett Rodának, és pont pár évvel ezelőtt volt az arénában egy önálló koncertje, és megkérdezte tőlünk, hogy akkor mire számíthat, lesz még ilyen közös koncert magyar zenészekkel? És hát elkezdtünk Zsolt barátommal, üzlettársammal ezen gondolkodni, és hát Dés Lászlót, akit nagyon nagyra tartunk, és hát a magyar jazz élet, azt mondhatom, hogy az egyik ikonja és legendája, rengeteg díjat kapott, és hát a formációi azok számomra is nagyon kedvesek, mert például a Trio Stendhal-al én még 91-ben dolgoztam, tehát ami nem ma volt. Igen, tehát és akkor jött ez az ötlet, hogy megkeressük Lacit, és aki örömmel elvállalta ezt, és mondta, hogy hát egy olyan felkérést kapott, amire nem lehet nemet mondani, és hát amikor ő fiatal volt, akkor gyakorlatilag Rhoda Scott zenéjén nőtt föl, és rengeteget hallgatta otthon, és amikor koncertje volt Magyarországon, akkor pedig nem hagyta ki az élő zenét se. Azt tudom, mert mondtad, hogy voltaképpen ez a koncert is három részből áll, először Rhoda Scottnak lesz egy kis önálló blokja, aztán a Dés Lászlónak, és utána pedig ketten lesznek a színpadon. Na, ez a harmadik rész érdekelne, ők próbálnak előtte?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most a virtuális világot éljük, tehát itt szerencsére már nincsenek, nincsenek határok. Tehát itt amikor kiderült, hogy ezt a koncertet létre tudjuk hozni, akkor elindult egy közös gondolkodás, és hát mentek oda-vissza a levelek, hogy milyen számokat javasol Rhoda, milyen számokat javasol Laci, és hát ebből született egy megegyezés, hogy melyik lesz az az 5-6 szám, amit majd közösen biztosan elfognak. Bocsánat, bele kell, hogy vágjak. Ugye Rhoda Scott nem zeneszerző, hanem előadó. A Dés László viszont zeneszerző és előadó. Akkor, amikor mentek az egyeztetések, akkor saját dalokról volt szó, mondjuk a Dés esetében, vagy nagy standard jazz dalokról volt szó, amit ugye még a Schusterines is fütyül. Hát én úgy érzem, hogy itt most a standardek voltak előtérbe helyezve. Valószínű Laci számai is nagyon tetszettek volna Rhodának, de itt főleg standardekről beszélünk. Itt a pár számot megemlítek azért, legyen meglepetés majd a koncerten is. A Mercy, ami szerintem egy csodálatos szám, én még Kennybe Lederlivel hallgattam, amikor megszerettem ezt a számot, és hát ott van nekem is a top listámon. És hát a Song for My Father is egy gyönyörű szám, ez is el fog majd hangzani, és a Movin' Blues. Többet azért nem mondok el, mert itt van előttem, mert most ennyi puskát hoztam magamnak, hogy ezek pont a napokba lettek véglegesítve, de úgy érzem, hogy ha most minden puskaport ellőnék, akkor a koncerten nem lenne igazából meglepetés. Mondjuk hozzáteszem, hogy úgy is lesz, mert hát te is tudod nagyon jól, hogy itt rendkívül, vannak ezek a számok, de hát rendkívül sok improvizatív ellen fog majd. A jazz az erről szól. Igen. Mesélj egy kicsit Rhoda Scottról. 84 éves. Hát, és tele energiával. És tele energiával. Tele energiával. Hát, Amerikában született. Igen, New Jersey-be született, 38-ban, tehát... Igen. Azért számoltam ki, hogy 84. Kimondani is ilyen hidegrázós, hogy milyen múlttal rendelkező művészről beszélünk. Igen, hát New Jersey-be született, és az édesapja prédikátor volt, és ahol tartotta az istentiszteletet, ott egy gospel kórus lépett föl hétről hétre, és hát amikor a kis Rhoda már olyan szintre emelkedett a hangszeres játékába, fölérte akkor... a billentyűket? Igen, ez pár éves lehetett szerintem, ismerve őt. Tehát beszállt így úgymond ezekre az istentiszteletekre, és ő kísérte Hammond orgonán a gospel kórus. És hát ebbe a gospel kórusba volt különben egy nagyon kedves barátja, aki barátja is lett, tehát nem csak, hogy egy ottani istentiszteleti ismerős, és megalapítottak egy olyan jazz zenekart New Jersey-be, aminek ő lett a billentyűse, és ott kifejezetten kérte Rhoda, hogy mivel nagyon megszerette a zongorázott is természetesen, de hát a Hammondnak a hangzását és azt a úgymond érzéki világot, amit tud adni nekünk ez a hangszer, azt ő elsajátította és magáénak érezte, és azt mondta, hogy ez az a hangszer, amin ő szeretne úgymond játszani, és ebbe a zenekarba ő lett a Hammondos, és ő köré építették ezt a jazz zenekart. Viszont most már Európában, Párizsban, Párizs mellett él. Igen, 67-be költözött át, és milyen furcsa, így a számok, akkor voltam 2 éves, és hát itt tényleg ilyen iszonyú távlatokról beszélgetünk, de hát azóta igen, Európába él az életét, ami nem jelenti, hogy elszakadt volna Amerikától, csak hát itt megtalálta élete párját, és itt született a 2 gyermeke is, és hát itt telepedett le Európába, Párizs mellett, azóta is ott él életét, épp most az elmúlt hetekbe kapott egy francia érdemkeresztet, amivel elismerték azt a kulturális munkásságát, amit tett a francia kultúráért. Tehát azóta ott él, viszont azt gondolom, te is tudod, meg a kedves hallgatók is, hogy a magyar kötődése az a Zeneakadémiához kötődik, mert hát úgymond a
disszertációját azt Kodályból írta, és Kodály Bartókból. Tehát neki a magyar zene az mindig is egy nagyon fontos és szívhez szóló dolog volt. Még mindig mezitláv játszik? Igen, ez az ő sajátossága. Ez az ő sajátossága. Egyébként, bocsánat, most is megnéztem több klippet, meg videót róla. Abszolút megértem, ugyanis, és egyébként erről a Xavierral is beszélgettem korábban, hogy milyen vastag kell, hogy legyen az a cipőtalp, amivel ugye tapicskáljuk itt a basszus meneteket, és hát nagyon-nagyon vékony kell, szinte ilyen balettcipő vékonyságú. És milyen igaza van Rhoda Scottnak, hogy mezitláb, mert ha valahol, akkor a mezitlábbal azzal pontosan lehet tudni, érezni, és még szerintem másként is nyomják meg, mintha cipővel lenne rajta. Igen. Hát én azt mondhatom, hogy legalábbis az én tudomásom szerint ő az egyedüli, aki a szakmemből hát így játszik. Hát meg Hofi Géza volt még. Hát a Hofi Géza, az zseniális. Hát ő mondjuk felvette azt a nagy bakkancsot, biztos emlékszel. Igen. És hát hozzá kell tennem, hogy Rodának megmutattuk még annó 10x évvel ezelőtt ezt a klipet, hát az estvénypotya volt, végigröhögte az estét, és mondta, hogy küldjük el a linket neki, mert hát ezt ő megmutatja a baráti körébe, mert hát egy ilyen paródiát, mint amit a Hoffi megejtett, akkor ez szintén hát egy ilyen paródia Rhoda Scottot világhírűvé tette Magyarországon. Így van, hát, így van. Amihez a Hoffi hozzányúlt, az ugye mindig arannyá változott, úgyhogy itt van. 84 éves, jól van, nincsenek alűriei Rhoda Scottnak, ugye már abból a szempontból sem, hogy jó, megvannak az alűrei, persze el kell, hogy menjetek majd a üzlettársad édesanyjához egy jó ebédre. Egy jó kis vacsorára, azt, hogy az ő, tehát az is kiderült, hogy akkor általában standardek lesznek majd a műsor második fejben. Van-e valami fontos tudnivaló még a koncerttel kapcsolatosan? Hát én úgy érzem, hogy mindent elmondtunk, és hát az, hogy teltházban. Tehát terveztünk egy második koncertnak a úgymond megvalósítását, de hát itt a Covid, meg a nyár, meg tehát a nyáron kellett volna úgymond bepromotálnunk ezt a második koncertet, és úgy döntöttük, hogy inkább legyen ez a szép teltház, ami most már több mint egy hónapja tényleg az utolsó szék is elfogyott, de ennek lesz majd folytatása remélhetőleg. Tehát ha itt a két művész jól érzi magát egymással, és én úgy érzem, hogy ez meg fog valósulni szintén, mert hát két csodálatos művészről van szó, aki a zenéért él, akkor ennek lesz folytatása, és azokat a kedves hallgatókat, akik lemaradtak erről a koncertről, próbálom bíztatni, hogy tartsanak ki, mert azon leszünk, hogy ennek legyen folytatása. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Guba Gábor mesélt a szeptember 11-i este 6 órakor kezdődő Rhoda Scott Dés László koncertről, ami egyébként a Dohány utcai zsinagógában lesz majd. Úgyhogy köszönöm, Gábor, az információkat. Én pedig köszönöm az önök figyelmét. Az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőit, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra!